Hej, padá, padá, rosička, spáli by moje očička, spáli by moje, spáli by aj tvoje, spáli by duša obie. Hej, padá, padá, listopad, pozdravuj milú na stokrát, pozdravuj milú holubienku sivú, že sa nevrátim nikdy viac. Már suhanc koromba volt lovam. Hát nem suhanc lényegében. Amikor leszereltem abba a szúrásba, vettem lovat. Sőt, még lesz se szereltem, csak szöktem a honvédségtől. És akkor már vettem lovat, és vissza kellett vonulnom lényegében, leszerelni. Forradalomkor. Ez már a harmadik lovam most is, amióta nyugdíjba vagyok. Egyet vettem, azt eladtam, mert megrúgta az egyik unokámat. Annak menni kellett. Vettem egy másikat, az megdöglött. Ez a harmadik. De még talán ez a legjobb. Olyan nyugodt, hogy sok esetben úgy kell tovább lökni. Éltük le az időnket, a sorsunkat, a kínlódás, az öröm. Mi másnak örülhetne az ember? Egy az, hogy ezt szoktuk meg, másik az, hogy ilyen jó levegőn vagyunk. A megélhetésünk is. Hát elég nehéz az így, igaz? Mert egyik fatermelőkből se lett milliómos. Csak a tengőd is megvolt, hát annyi. Megélni. Építkeztünk. Azt szeretném, hogyha többre vinnék az unokáim, mint én, az természetes. Nyilvánvaló, hogy már itt sem él meg ilyen ember, mi vagyunk.
Bobban. Na. Kaposka. Erre te gine! Na, kolba a kutya fülite. Majd este. Most miért nem mész orrani le? Hát kell, hanem muszáj kint lenni egyes esetekben, akkor már úgy áll a oksa, hogy címbet dobál, akkor háromszor négyszer ki kell jön egy éjszaka a tüzet lokalizálni, betaposni, ahol már kódék, hogy látni a tüzet. Mennyi pénzt ajánlsz fel hónapi napra? Mi? Hát majd hónap utána megyünk a lányok után. De ha berúgunk mind a kettőn, akkor nem lesz semmi. Hát ez ilyen hagyományos, hogy minden évben vagy innen megyünk. Mindenek a kisebbségűek, szlovákok, románok, hát akik össze-vissza vagyunk a hegyek közt. Azok voltak ősapáink, mindegy, az szlovák, magyar. Szlovákban is van gazember, a magyarban még több. Úgyhogy, ha nem tudunk megegyezni a magyar a szlovákkal, akkor megyen a zárulkodás, meg a zirítség. Más nem. Mi? Akkor vedd fel a kabát, vagyis a idét, az inget. Dehogy nem kapcsolok. Ne, kapcsoltam. Ha még a stampó sem ment ki, nem akarom, hogy aztán óra eszi. No gyere egy pröcsöt. No de tudod, hogy spórolni kell, azért csináltam szórát, mert Mari kérdezte, hogy de azt mondja, hogy nincs bor, Tomitól kell hozni. Mondom, majd beosszuk lássam. Én iszom a bort, te meg iszod a szórát. Két erre beosszuk. Hónap még majd lesz, ahogy lesz. Hát nem hónap, máma. Máma. De nekem úgy vágják, hogy a csákányel ne törjön el, de szaporát. Ez a feladat, ez a fekete, ez akkor megyünk. Van akik lehet, hogy én elmegyek. Mi? Kettőjükot. Mi? Kettőjükot. Hát nem. Amikor végzünk, de hogyha hamar végzünk, akkor megyek keresztül. Gumbálni? Hát. Bikavé. Hát ez mennyi? Kettő. Hát egy? Na de ez mennyi? Hát. Na egy? Egy, kettő, három. Na jó van. Ez na. Három frankos. Úgy, három frankos. Úgyhogy.
majd mondni meg otthon anyósodnak, hogy ilyen bort még nem ittál. Magamnak hagyogattam, de így, ha megérdem, nézek, hogy fedek. Ebben biztos volt szőlő is. Olyanoktól kaptam, ami lelki barátok. Kedves egészségünk. Kedves egészségünk. Ilyen snápus poharam csak egy van. Jó napot kívánok, jó reggelt kívánok! Erős egészséget, jó étvágyat a reggelihez! Elnézést! Kívánok! Elnézést! Jó kívánok! Erős egészséget! A hagymám a tűzbe! Finom a sajt. Álpad, hol van? Itt vagyok. Jó. Egyél kolbász. Még van. És a fűszerezze. Hozunk 5 liter bort. Nem szabad inni munka helyet. Na, nem mondj, itt vár. Ne oldás! Ez is megvan. Nincs nincs este, mi? Nincs így pöbben. Na, szóval majd lesz valahogy. Mi az egészség? Találóképesség, akkor egy darabig mehetünk, nem? Igen. Ez a minden. Ja, egy kis csemegy. Béla bácsi már 70 év elmúlt ezt. Én még most is egész. Mindig csak a... Még most is szállonási. Igen. Fentsük. Hogy mozduljanak. Bekapartam én tegnap előre, hát ez szépen eltűnt. Úgy oldal fog átkezni. Még egy utolsó sínyugatás. Nem, hát majd kint marad a kis fűrész, azt én úgy szabom el, ahol... Jó. Igen, ahogy jó lesz majd, így van. Most csak döntünk, te meg lecsapkodod. Hát nincs már ebbe erő, nincs abba semmi. Ja, hát ezt a kis gajat le lehet vele csapkodni. Né. Tu.
Gyere ide. Né! Így bizony. Bacsa, nagy villát elhoztad? A nagyot? A vagy pedig ott van, inkább talán ott van valami vad, és onnan repülne. Valami vadnak a vadisiákja, a teteme. És ilyenkor arra mennek, és hát ez nekik az elegerő. Ez ő, mert egyedül van. Végig. Én voltam a parancsnok itt. Úgy, mint most Fehér Tamás. Répáskot már nem valószínű, hogy van benzinkút, ugye? Benzinkút nincs, de van ott egy illető, aki foglalkozik vele, tehát van benzinje, azt mondtam, hogy otthon van, vagy nincsen, vagy a felesége. Novák János kell keresni. Ha nagyon megszorulunk. Majd viszem. Na, ez az? Láttam, hogy ott van. Hát van az. Nem tudom, nem hiszem, hogy ez most jó, mert vizes a fő. Kezd jobban légyek ki ezek.
szíves, kell segíteni. Ezt ide gurítsuk majd. Annyi? Hé, Sános, gyere el ide. Az a baj, hogy ott a tuppa ott van. Na. Most! Még egyszer. Még egy kicsit. Jó, jó így, jó. Magáért, de ez nem így. Az a baj, hogy ott a tuppa ott van. Na. Jól Istenem, sikerült? Zolika, mi az egészség, felálló képesség, akkor egy darabig mehetsz, nem? Mehetünk, no hát már többes számba mondom. Máma nem mondta. Mert ha az van, akkor, akkor minden van, pénz van, minden van, boldogság, meg minden. Az van, egészség legyen az a lényeg. Rend a lelke mindennek. Sándor, gyere már, légy szíves. Te még mindig szólsz nekem, a kutya meg a macskát, hogy? Hát, jó, olyan vagy, mert disznó izé vagy, a kutya disznó vágáskor vagy, hogy van ez? Jó, mi, köszönöm. Mikor nem jövök utatóra? Hát, tudom, hát arany. Most szóltál először, hogy Sándor Sóval. Arany gyerek vagy. Hát, én is csinálom a maga munkámat. De figyelj, ha te szólsz, én is megyek oda. Na hát így meg ugyanúgy eljövök, nem? Jó, jó, jó. Semmi gond. Semmi gond. Amúgy is, hát mi majdnem rokonok vagyunk. Nem? A te feleséged, az én feleségem, hogy is van-e? No, de az megint más, de várjál, hát itt van egy másik összetűzés. Mennek segíteni? Várj, mennek. Várj. De kilátuk ennek az aranyos fogát. Ez egy arra jó. Ne félj. No még egyszer így nincs akkor. Bors! Nem tudtam hozni a lekvárt. Kilencben még úgy ment el föl, mint a kígyó. Most meg se föl se le. Ennek már 20 éve van. Olyan batárokat úgy dobáltam föl a harmadik sorban, mint... Akkor gyere le, azt akkor fel meg, azt megcsinálom. Majd lemegyek a villával mindjárt, csak idegesít. Na. Na, úgy legyen már, hogy jobban tudod, mint én. Így áll, mindig így csináltuk. De ide akartam először nézni.
Hogy ne a pizén álljak. Azt rász most a szénára, és innen elveszed. Magyarázd már nekem, hogy hogy kell. Na. Majd megmutatom neki mindjárt. Felmentem valami nagycsinálatban, nem tudom. Nem tudom. Mit tudsz hozzá? Na. Várjál, már szárcsa lesz belőled, ha olyan leszel, olyan időt, mint én. Azt hiszed, hogy már én is úgy állok, mint a... Akkor mi? Akkor miért nem mondtad, hogy menjek föl? Vigyek föl, villámat csinálni. Azért, mert én akarom csinálni. Na! Ne veszetek már ezt a végét. Ha mit jártasz a száját? Miért nem csinál így, ahogy én mondom? Morogjál, morogjál, mert nem hallom. Nem, nem. Jó, de már egy kis villával fogom, azt azzal fogok szaladgálni. Majd gyere szaladgálni létre akkor. Na, hát azért vagy te, hogy te szaladgálj. Jaj, szaladgálj. Na, mit járatál? Úgy fogod szaladgálni. Azt csinálj, amit mondok. Fogom a császlányt, ezt a villát könnyűt. Jó, már csak hagyod. Hónap után letakarom, egyedül. Na. Mégis járatál. Hát már most mit okoskodsz, hogy te takarsz? Majd én is megyek mindjárt. Na. Ilyen könnyű itt is nekem mozogni. Most mi? Minek hoztál annyit? Fölmert, kirászok, akkor mondjad, hogy mennyi kell. Ne zsimmed, jó? Akkor kérdezd meg, hogy mennyi kell. Akkor mondtad volna... Nem 30 éves vagyok, befogod a szád! No! Nem kell kiabálni, te meg ne szövegedj! No! Vá! Nem megmondtam, hogy azt csináljam, hogy én mondok, vagy szarok vele. Na, azt hiszek, hogy csak se dolgozom. Másnak a munkája semmi. Szájaskodni mindig. Hello. Hello. Mi van, Pici? Mi van örnek, fiúkám? Nem sok semmi. Hát annyit én is tudok. Mit hoztál? Magamat. Na, az már elég jó. Jöttem tőle pénzt kérni. Na, hát aztán most már fején találtad a szeget. Mámam a születésnapok. 50 forintot tudok adni. Jaj. Nekem egy ezres kellett volna. Oh, ezres. Én nekem tudod, mennyi kéne? Mennyi? 15. Minek? Tőlőre. Van otthon. Mi? Pénz. Otthon. Aha, a postán. nem arra van. Mi? Mikor a születésnapod? Hát ma van. Ma? Ma. Na akkor az 50-est kap. Egy 50-est? Hát nem működik. De egy 1000-es kéne, mert annyiért csinálják a bulit. Mi? 1000 forintért csinálják a bulit. Annyiért béreltük ki a házat. Mi? A nem. Igen, is megvettük a kólát. Na de nem. De megvettük a kólát. De várjál, az anyád, na de nem. Igen. Meg a árvaságid. Abból vettem egy nadrágot, meg egy jackit. Na, akkor abból csinál bulit. Nem. Vagy abba. Nem. Nekem nincs semmi. Tényleg nem. 500-as, hogy sincs. Jó, na. Tudod, mennyi pénzem van? De ugye? Nagy makser vagy. Hát. Akkor amikor... Beteg voltam tegnap. Igen. Fütyülsz ide jönni hozzám. Úgy vártalak, mint a mesiás. Hát dudáltunk. Ja, ahol már ki voltam elégítve. És ennyi pénzem van. Mind kiszórom neked. És a izébe? Ott a papírpénz. Tessék, szedd ki. Még a pénztárszapelet vagyunk.
Hát az legalább 1200-at érni. Annyi elég is volna. Ugye? Ez egy jó pénz, tehát és új! Egy kis volt fordítva. Akkor kérek majd elütöm. Na jó van, meddem. Csak azért megtél. Szvárdja. Anyád, úristen. Nem, de hát mostunk kell. Csak mit kell? Ki mostanom járja. És a motorat hol? Hát jó, szeretnél ilyet. Kucsegy. Imas. Nincs aki, aki támogatja. Mit van, nagyanyja annál inkább? Lássa, bosszatok már ezt valahol. Fé az egészség, a felálló képesség, akkor egy darabig mehetünk. Vigyázz! Nem? Erdi. Vigyázz! Vigyázz! Hát ez hogy történt? Hogy történt? Már maga. Azt a kurva szentségnek. Felesleges el magasán rakni. Hát erre nem gondoltuk. Erre bélyéket most. Megint, ha kilúgtól, akkor megint. Jó. Azon múlik,
Ha véletlenül nem egy kirendesen, vagy valami bedöglik, akkor utána elvesz két kuncsa. Horenka, horenka. Mert portlacsi az, hogy ha meg kell féled, érted? Egy olyan, ja, poém, portlacsi, de ennek portlacsi az nincs. Portlacsi, portlacsi.
reggel kezdtem a fát, hajnal most, hajnal. Még ezt a sárkát te nem húzzál, ahogy meg van feketedve. Hát ismerem, csak a gödröt ismerem. Gyöncsök. Ott van már megfeketedve, ami be van húzva már. És még az be nem húzza, még azt a figyelj, lyukak nem tudnak lemenni. Még be nem húzza végig. Erre jó nincs. Ha kimentünk az általános iskolából, mindjárt mentünk fuvarozni, a nővérem elé ráálltam a rúdra, ő adta fel a hasábokat, én úgy adta fel, már nem bírtam volna felemelni. De már 12 éves korban már itt a gyereknek menni kellett dolga. Itt az volt én 8. osztályba 24 napot jártam, annyiban igazolva az értesítőbe. Úgy kapta. 8 napos izékben kapta diplomát. Nem bízt, egy kicsit tanuló voltál, te jó tanultál. Minden engem úgy hittak az iskolában, tanfelügyelő. Mikor pihentetik az ökröket, akkor mentem be, volt egy kockás. Minden csütörtök. Közöttem egy szerhúzám, minden csütörtök. A többit az öreggel jártam, mert beteg volt, azt mondja, hogy apám nyugodjon. Igen, persze, azt te. Azok előtt menni kellett. Menni nem volt. Menni kellett. A Rákosi rendszer, hogy meg kellett folytani a disznót, az disznó volt, vagyis a listába, vagy a hang ki ne menjen belőle. Kine, így van. Borotvával visszatűlve. Akkor még az öreg Stuller volt, a bíró. És akkor még a zsírból volt, hogy beszolgáltatás, 6 kg zsír, vagy 6 liter
és a disznóból nem volt csak kettő. Mikor az öreg. Hát akkor hogy lehetett, ami 6 kilós zsírt, mikor 3 kilós zsírt. Akkor is megérzem. Akkor reklám szatyrot hozzatok rá, akkor van. Hát a szerünk gombát. Péter bácsának egyszer egy készítetni fát. Szélső fa, és az kap legtöbb szelet, legtöbb gombát, tehát farantú gombát, és az idézi a korhadást elő, mert a gomba az átszövi a rostokat, és a hogy van, lignint, meg a cellulózt, az elfogyassza. Tehát akkor műszakilag alkalmatlanná teszi a fát. Ilyenkor a korhadás bejön már. Vegetál, még vegetál valameddig, de utána elpusztul. Na ördög fiúk, figyelj! Ha nagyon fázol, itt menjél lenni, és abba a kanyarba lemész, ott van egy néhány darab fenyő, emellett menjél le, mindjárt ott van a szénégetőknél. Tudom, hogy jól van. Mi meg csinálunk még egy kört, mert megfázol. Na jó. Hello, sir. Hello. Találkozunk majd. Hát akkor majd találkoztok. És hát majd megbeszéljük. Hagyj menjen a gyerek, meg ne fázol. Hát ő engem szeret a legjobban. Neki ha baja van, ő csak én hozzám szökik. Hát kihez menjen. Nagyanyához, meg én hozzám. Ez úgy igaz.
ezekről a fákról, de sok gombát szedtem, mert úristen. De hát már elkorhadnak sajnos. Elöregednek. Te is félsz, nem? Pedig még igen fiatal vagy, de az öregségtől attól mindenki fél. Mert azért nem mindegy, fiatalon élni vagy öregen. Oj, de mennyi a különbség. Mert a fiatal az olyan, mint Mont Blanc csúcsán a jég, hogy nem árt neki se nap, se szél, de az öregnek már a nap is, meg a szél is, meg minden árt. Ez így igaz. Magas vérnyomás, a köszvény, ez az, mikor már az embert eléri minden, akkor az időjárási fronttól kezdve minden befolyásolja a közérzetét, mikor az embernek nincsen kedve, fáradt, aluszékony, kedvetlen, szóval ez az öreg korral járó. Ez az öreg korral jár, az biztos. De hát ez a... Bele kell törődni, mert az emberi sorsa. Ember sorsa. Ezt elkerülni nem tudja senki, a sorsát. Bármennyire vigyáz is, de egyszer utóéri a sors keze. Így van. Vigyázz, mert el tudja látni.
aranyos istálócskába, siessünk, ne késünk, hogy míg már ma Betlehembe érhessünk, mi Úrunknak tiszteletet elhessünk. Ezzel dicsértessék a Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus.